Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy akik betegnek érzik magukat, azt gondolják, hogy elkaphatták a koronavírust, ne menjenek el személyesen orvoshoz, hanem telefonáljanak. Ha megalapozottnak tűnik a gyanú, akkor a házi orvos hív mentőt, és a mentősök házhoz mennek mintát venni. Az országos mentőszolgálat fokozatosan átszervezi a működését, mert egészen másfajta terhelést kapnak most, mint békeidőben. Ezentúl erről az új fővárosi mentesítőpontról indulnak a mentősök a koronavírus gyanús esetek kivizsgálására, illetve a koronavírusos személyek kórházba szállítására. Az épület két évig üresen állt, udvarát és első szintjét rekordsebességgel 4 nap alatt újították fel. Innen csak a koronavírussal összefüggő esetekhez mennek ki a tiszti főorvosi hivataltól, illetve a házi orvostól kapott felkérés alapján. Itt láthatók azok a felszerelések, azok a védőfelszerelések, amit a mindennapokban használunk. A riasztás után kevesebb, mint 2 perc alatt veszik fel a mentősök a tetőtől talpig érő védőruházatot és a lábzsákot, valamint a 2 pár védőkesztyűt, amit többek között azért kell dupla rétegben hordaniuk, hogy az esetleges sérülések esetén is védve maradjanak a fertőzésektől. Az egészségük érdekében még ragasztószallaggal is körbe kell tekerniük, hogy hermetikusan zárják a ruházatuk és a kesztyűjük közötti részt. Az utolsó a védőmaszk és a műanyag védőszemüveg felvétele. Teljes menetfelszerelésükhöz tartozik a mintavételi szett is. Ha ez is hiánytalanul megvan, elindulnak a megadott címre. Előtte értesítik az érintettet az érkezés várható időtartamáról, továbbá megkérik, hogy a mintavétel előtt 2 órával már ne fogyasszon semmilyen táplálékot, mert az torzíthatja a teszt eredményét. A riasztás alapján 2 esetet különítenek el a mentősök. A kórházba szállítást, amikor a teszttel igazoltan koronavírusos beteget kell kórházba szállítani, a másik eset, ha mintavételt kell végezniük. A helyszíni mintavétel 2 féleképpen történhet, mondta el az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1-en. Az egyik módszer az úgynevezett vírusizolálás, ahol orr és garatnyálkahártya mintát veszünk. Ez egy nem fájdalmas, egy picit kellemetlen vizsgálat, egy kis pálcikával nyúlunk a garatba és az orrba, és ott próbáljuk a vírust izolálni, és azt pedig a laborban szállítani. A másik módszer az úgynevezett gyors teszt, amikor pedig egy újbegy szúrással egy pici néhány csepp vér mintavétellel az immunválaszt igyekszünk felmérni és kimutatni. Az Országos Mentőszolgálat videófilmje is bemutatja az orr és garatnyálkahártya mintavételét. Az érkezés után fontos az eszközök szakszerű előkészítése és a viszonylag steril környezet biztosítása, hogy a teszt a lehető legpontosabb legyen. Csak a megfelelő előkészületek és az adatok rögzítése után kezdődhet el maga a mintavétel. Vattapálcát érintenek a garat és az ornyálka hártyájához. A mintákat a csőben lévő folyadékba mossák, amit hermetikusan lezárnak. Miután visszaérkeztek a szakemberek a mentesítőpontra, még szigorú előírásokat kell követniük, mielőtt egy másik beteghez indulhatnának. A mentőegység az úgynevezett piros zónába, tehát a red zónába behalad. Addig az autónak megtörténik, a mentőautónak megtörténik az ózonos fertőtlenítése, ez durván 40 percet vesz igénybe, addig a mentőegység kivetkőzik, tehát a ruha csak itt kerül le a mentőegységről, kivetkőzik, megfelelően tárolva vannak ezek a ruhák, amik mi levettünk. Fertőtlenítjük magunkat is a sárga helyiségbe, a sárga zónába, ekkor léphetünk be, megkapjuk a felszerelésünk pótlását, és ha megtörtént az autó feltöltenítése, akkor újra bevethető a mentőegység. Az új mentesítőponton akár 50 szakember is dolgozhat egyszerre.